képzés, felnőtt képzés, szakképzés területén sok minden változik, szinte hétről hétre, hónapról hónapra. Érdemes mindig egy kicsit megnézni, hogy hol áll most ez a dolog. Hát kezdjük a felnőtt képzéssel. Ugye született egy felnőtt képzési törvény. Miről szól a törvény? Hát ugye az egész felnőtt képzési törvényt átdolgozták. A felnőtt képzési törvény szeptember 30-én magyar közlönyben jelent meg, ez a 162. törvény. De a legnagyobb és legtöbb ember által érintett kérdésről szeretnék most csak beszélni. Az egyik az, hogy csak nappali vagy esti iskolai képzésben lehet ezt a szakmát megszerezni, az alapszakmákat. És ez egy nagyon fontos dolog, mert eddig ugye OKJ képzés keretében meg tudták szerezni a képzettséget különböző felnőtt képző intézményeknél, vagy voltak olyan iskolák, ahol esti tagozaton az OKJ keretein belül pár száz órában meg tudták szerezni a végzettséget, a szakképzettséget. Most ez megszűnik. Tehát innentől kezdve 2020. december 31-ig lehet még a régi rendszerben az OKJ képzéseket elindítani, amiknek a vizsgáit 2022. december 31-ig le is kell bonyolítani, tehát vizsgát kell szerezniük azoknak, akik ez alatt az idő alatt még elindulnak az OKJ képzésekben. Ezt követően már csak az iskolai rendszerben tudnak tanulni a felnőttek is, tehát vagy nappalin, vagy esti képzésben. Na most nagyon sok még a kérdőjel. Annak ellenére, hogy a törvények megjelentek, a törvények élnek, hatályosak, mégis vannak olyan gondok, amiket nem tudunk még ma sem. Csak hogy például a nyelvi képzést nézzük, most volt kedden egy EFOSZ gyűlés, ugye az elfogadott képzéseket lebonyolító intézményeknek a szövetsége tartotta ezt egy keddi napon, és még a minisztériumból meghívott szakember is, aki az egésznek a gazdája, sem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy például a nyelvi képzések most 2020. január 1-től áfásak lesznek, vagy áfa nélküliek. Ezek olyan kulcskérdések, amik elsősorban az egyéni képzéseket érintik, mert például egy egyén beiratkozik egy nyelviskolába, tanfolyamra tanulni akarja a nyelvet, most rátegyük neki a 27%-os áfát, vagy ne tegyük rá. Ez az egyénnél a súlyos kérdés, mert egy cég az vissza tudja igényelni az áfát, de egy egyén az nem tudja visszaigényelni, tehát nála 27%-kal többe kerülne. Ugye a törvény le van írva, elolvastuk, mi is elolvastuk, meg még az egész egyesületen belül több százan elolvasták, és ahány vélemény érkezik így házon belül az interneten, mindegyik másképp értelmezi. Tehát itt ezt az értelmezést azért tisztába kell majd tenni. És néhány konkrét esetet mondjuk a képzéssel kapcsolatban. Mondjuk egy hát ugye a 9. képzés... megy valaki, igen. 8. után 9. akkor milyen lehetőségei vannak például? Ez egy harmadik terület, tehát ugye ez arról szól, hogy a szakképzés hogy változik. A szakképzés rendszere, ez nem a felnőtt képzés. Szakképzésben, aki 8-at elvégzi, és ez napi kérdés, lehet, hogy ma vagy holnap kell döntenie, lehet, hogy mire megjelenik ez a riport, addigra már döntenie kellett a gyereknek meg a szülőnek arról, hogy hova megy tovább. Időszerű ugye? Most, ugye? Valahogy abszolút, így abszolút időszerű. Ilyenkor választják a szakképzési iskolákat. Így van, meg egyáltalán a továbbtanulást, hogy most gimnáziumba megy, amiben egyébként különösebb változás most nem látszik, de a szakképzés területén jelentős változás az, hogy a szakgimnáziumok és a szakközépiskolák már megszűntek elvileg, tehát oda már nem lehet jelentkezni, hanem helyettük a technikumok és a szakiskolák, szakképző iskolák lesznek, ami a technikum esetében 5 éves képzést jelent, a szakképző iskoláknál 3 vagy 4 éves képzést. Na most ez a megoldás ugye a nappalin tanuló gyerekek számára most egy olyan választás, amiben majd vele jelentkeznek és meglátják, hogy remélem az iskolákban már tudnak elég információt adni, bár én kapcsolatban vagyok elég sok ilyen képző intézménnyel, és még az igazgató értekezleten sem tudták az igazgatók elmondani a tanároknak, hogy mit mondjanak a jelentkező gyerekeknek. Ugye az biztos, hogy a sok jó dolog lesz ebben az új rendszerben, például az, hogy a technikumban végzők
az érettségivel ugye csinálnak 4 általános érettségi tárgyat, és ezen kívül lesz egy szakmai érettségiük, az 5. tantárgy, amely tulajdonképpen egy emelt szintű érettséginek felel meg abból a tárgyból, és így egyenes úton akár a szakirányú egyetemen, felsőoktatási intézményben tovább tanulhat. Azért is jó ez a technikum rendszer, mert itt olyan szintű szakmai képzettséget kapnak a fiatalok, mire végeznek, ami esetleg régebben egy 3 éves főiskolai képzésen volt megszerezhető, ami már egy kicsit túlképzés, mondjuk egy nagy multi cégnek a művezetői szintjéhez. A művezetői szinthez, vagy egy műszakvezetői szinthez elegendő egy technikusi végzettség, ha azt egy jó színvonalon megkapja az illető, az már felesleges tovább képeznie. Van a másik terület, ahova mehetnek a diákok, ha szakirányba mennek, a szakképző intézmények. A szakképző intézményekben a szakmát tanulják meg, és nagyon fontos az, hogy ezek a diákok végig a minden egyes szakképző intézménybe menő diák kap egy ösztöndíjat az államtól, amit 2 részbe kap meg, egyenlőre ez úgy látszik, de még ezek sincsenek ugye papíron leírva, csak a törvényben van utalva rá, hogy egyik részét megkapja ugye havi ösztöndíjként, és a másik végét pedig a vizsgához kötötten, ha sikeres vizsgát tesz. Tehát a második felét... Szakmától független, minden szakmában. Így van, minden szakmára megkapják ezt, akik szakképző intézménybe mennek. Na most visszatérek a felnőtt képzésre. Ez az nekem a legnagyobb fájó pontom, mert például tegnap este a Sümegi TV-n nyilatkozott a helyi szakképző iskolának az intézmény vezető nője, és arról kérdezték, hogy milyen felnőtt képzési tevékenységeket fognak kínálni a felnőtteknek az iskolájukban ősztől. És azt mondja, hogy például az egyik példát, amit földhozott, a szociális gondozó ápoló képzést fogják csinálni. Ugye a mostani új, eddig OKJ-ben csinálták és csinálhatták, ami teljesen más kategória. Most az új rendszerben esti tagozaton, vagy felnőtt képzésként nappali tagozaton is csinálhatnák. Tehát a felnőttek járhatnának a délelőttös órákra is, de az esti tagozat a reálisabb egyébként, hogy valószínű az, aki egy gondozóként dolgozik egy idősek otthonába, az nem fog ráérni naponta délelőtt, hanem inkább majd este 5-től 8-ig, ami nem kis terhelés akkor, amikor 12 órát előtte az ápolással foglalkozott. Mondjuk ezt 2 év alatt tudja elsajátítani, ha van érettségie. Mert érettségivel rendelkezők, felnőttek, 2 évig kell tanulják például ezt a szociális gondozó ápoló képzést esti tagozaton. Hát nem akarom kommentálni inkább, hogy mennyire lesz majd nagy érdeklődés az ilyen fajta képzés iránt. Akkor, amikor naponta 12 órában dolgozik, plusz egy hölgyről, ha van szó, igen, akkor az azért van. Egy családanyaként nem csak az van neki, hogy délelőtt, illetve nappal 12 órát ápoljon, és utána még 3 órát beüljön az iskolapadba. Nem beszélve arról, hogy azért nem arról szól a történet, hogy beülök és akkor megtanultam, hanem azt még azért otthon tanulgatni kell. És ez mindegyik képzésnél így van, tehát aki felnőtt képzésben akar egy másik szakmát tanulni, ha érettségi nélkül kezdi ezt el, akkor 3 év alatt tudja megszerezni esti tagozaton. Ha pedig van érettségie, akkor 2 évig kell ezt tanulnia. Támogatások változnak? Ugye korábban és most is van olyan lehetőség, hogy államilag is támogatott egy ilyen képzés, illetve hát a saját pénztárcájába, saját zsebébe kell nyúlnia annak, aki új szakmát akar tanulni. Hát ugye ezek még kérdéses dolgok, hogy mit milyen módon támogatnak. Az biztos, és ez 100%, hogy ugye vannak azok a rész szakképesítések és ráépülések, amelyek már megszerzett szakmához kötődnek, vagy esetleg arra épülnek. Azoknál egy másik rendszer működik, azt kizárólag magánintézményekbe, felnőttképző intézményekbe tudják megszerezni az emberek, de ezek mind fizetősek. Tehát ez egy sem lesz támogatott, egyenlőre úgy néz ki, a törvény így írja, hogy ezek fizetős képzések lesznek, és például mondok egy olyat is, hogy mondjuk egy állatgondozónál
egy 600 órás képzésnek eléggé magas díja lesz, hogyha egy ilyen ráépülésként akarja majd a meglevő szakmájához ezt megszerezni. Úgyhogy hát eléggé jelentős összegek lesznek ezek. Illetve van még az is, amikor a cégeknek van lehetőség beiskolázni a munkavállalókat, akkor a cég fizeti mindezt. Ez abszolút így van. Most is vannak ilyen képzéseink, amikor a cégek azt mondják, hogy elküldöm ezt a dolgozót, mert ilyen képzettséget akarok neki. Mi azt a gyakorlatot folytatjuk, hogy rendszeresen havonta küldünk egy információt az előrehaladásról, hogy lássák, hogy ez nem csak arról szól, hogy bejár az intézménybe, nincs ott a munkahelyén, ha esetleg munkaidő kedvezményt is kapott, hanem látják azt is belőle a cégek, akikkel kapcsolatban vagyunk, hogy igenis odafigyelünk, és lesz eredménye a végén annak, amire áldoznak összegeket. Ez most is így van, ezentúl is lehetőség lesz erre, de kizárólag csak a ráépüléses vagy részszakképesítéseknél. A szakmaszerzés az nem lesz megoldható ilyen magánintézményeken belül, ez kizárólag a szakképző iskolákban lehetséges. A nyelvi képzésről is szoktunk beszélni, ez milyen módon változik? Tehát aki most meg akar tanulni egy nyelvet, az mit tehet? Hát ez egy nagyon jó és nehéz kérdés. Ugye a felnőtt képzés keretében rengeteg, és azok között jó pár minősített intézmény van, amelyekbe érdemes tanulni, hiszen ott minőségi oktatást kapnak, ezekért fizetni kell. Az, hogy mennyit fizetni, azt az előbb már részben érintettem. Ez a napokban ki fog derülni, már összehívtam a jövő hétre egy ilyen szakbizottságot, így a saját intézményen belül, meg kívül is kértem adószakértőt, meg kértem könyvelőt, hogy jöjjön el erre az értekezletre, és értelmezzük együtt azt a törvényt, ami százak számára még százféleképpen értelmezhető. Konkrétan arról van szó, hogy most rá kell tennünk az 1-től, január 1-től leszámlázott nyelvi képzéseinkre az áfát, vagy nem kell rátenni. Ennyiben érinteni a jelentkezőket anyagilag az új helyzet, hogy drágább lesz nekik 27%-kal, vagy nem lesz drágább. Egyébként ugyanazt a minőséget kínáljuk mi is, meg a hozzánk hasonló intézmények. Az viszont egy érdekes dolog, és elnézést, hogy ebbe a témába belemegyek, de nem bírom ki, hogy felháborodásomnak ne adjak hangot. Tegnap hívott föl egy néhány szülő egy intézményből, egy iskolából, ahol a gyerekei középiskolába járnak, és úgy volt, hogy a 9. osztály után ugye az államnak támogatott 2 hét külföldi nyelvtanulásban részt vehetnek. Az iskola úgy rendelkezett, hogy csoportos képzést nem szerveznek, mert nincsen tanár, aki elkísérni a diákokat. Nem vállalkozik senki erre, és csoportosan csak úgy vállalná az iskola, hogyha lenne olyan tanár, aki kikíséri őket. Most van lehetőség egyénileg is jelentkezni a Tempusz közalapítványnál, hogy egyéni támogatást kapjon, és az általa választott intézménybe menjen, ami egyébként a Tempusz oldalán elérhető, tehát csak azokba az intézményekbe támogatja nagyon helyesen az állama kiutazást, amelyek tényleg minősítettek, és a Tempus ezt ellenőrizte is. Na most eléggé felháborítónak tartom, hogy annak ellenére, hogy azért a nyelvoktatásban résztvevő rengeteg tanár számára is fontos lenne, és ráférne egy kis szakmaiság, egy kis anyanyelvi környezet, mégsem akarnak kimenni, holott teljes ellátást, szállást, utazást, mindent fizetnének nekik, plusz még valamilyen anyagi juttatást is kapnának, és ezt nem vállalják, mondván, hogy ez az ő szabadidejük, és ezzel ők rendelkeznek. Persze ez remélem, hogy nem általános, hanem csak nagyon elenyésző hely, de minden esetre azt a jó pár 20-30 gyerekről van szó, gyereket abszolút érinti, aki emiatt nem tudna kimenni. Én felajánlottam akkor is, most is, ha erre van lehetőség, hogy mi évtizedek óta küldjük ki jó partnereinkhez a diákokat, szívesen segítek abban, mindenféle költség mentesen, hogy megtalálják azt az egyénileg választható iskolát, amely a Tempus közalapítványnak a honlapján is van, és mi évtizedek óta partneri kapcsolatban vagyunk velük, szívesen segítek, hogy egyénileg kimenjenek a gyerekek.
az én fiam is 7. osztályos volt, teljesen egyedül ment ki, itt fölraktuk a repülőre, ott várta az iskola képviselője, és ugyanígy visszafele föltették a repülőre, és mi pedig itt levettük. Nagyon fontos az, és nagyon jónak is tartom ezt az itteni beszélgetéseink során, többször hangsúlyoztam, hogy milyen jó ez a gyerekeknek, hogyha kimennek. Persze akkor jó nekik, hogyha tényleg olyan intézménybe kerülnek, amelyikben tanulni fognak, nem csak szórakozásnak, nem csak nyaralásnak tekintik ezt. Persze, hogy az is benne van, mert kell is, de még jobban lehet úgy tanulni, hogyha jó hangulatba, szórakozva tanulnak. Hát ez egy hatékony az az intézkedés, és a gyerekek számára is nagyon jó, ha egy olyan környezetbe kerülnek, ahol az adott nyelvet beszélik, csak azt a nyelvet beszélik, mondjuk így, ha elmennek Angliába, és ott 2 hetet eltöltenek, akkor elég sok mindent meg lehet tanulni az alatt, a 2 hét alatt. És a másik nagy előnye ennek, hogy rájönnek arra, mennyire fontos a nyelvtudás. Uh-huh. Mert amikor elmennek és kénytelenek, be vannak dobva a mély vízbe, kénytelenek használni azt, amit eddig megtanultak, és észreveszik, hoppá, ezt se tudom, azt se tudom, amaz se tudom, ide visszajönnek, és akkor már még konkrétabban, jobban odafigyelve, határozottabban kezdenek el tanulni, mert azt mondják, hogy hoppá, legközelebb, ha kimegyek, akkor már ne legyek olyan tehetetlen, hanem akkor már tényleg hasznosítani tudjam azt, amit megtanulok. Ugye meg a pozitív visszacsatolás, mert ebben az esetben, ha mondjuk tényleg megérti azt, amit éppen kint mondanak, vissza is tud válaszolni, mondjuk egy kávézóba, vagy éppen egy mozibe elmennek, vagy éppen tanulnak és találkoznak angliai diáktársakkal, vagy angol diáktársakkal, akkor ez egy nagyon jó érzés. Abszolút, ez abszolút fontos, hiszen egy sikerélmény az mindig motivációt ad és további jó tanulásra ösztönöz. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.